Több mint 100 fő részvételével szervezte meg idén a Somogy TV és a helyi televíziók országos egyesülete a helyi értékdíj átadót. Híradós kategóriában első helyezést ért el a Kecskeméti TV Híres Hírek című hírműsora. A zsűri méltatásában kiemelte, hogy a dinamikusan fejlődő alföldi ipari és egyetemváros pezsgését hűen tükrözi a hírműsorunk. Ennek végtelenül örülünk, hiszen ez a célkitűzésünk, hogy mindazok, akik nézik a Kecskeméti Televízió híradóját, képet kapjanak arról, hogy Kecskemét milyen fantasztikusan fejlődik, mennyi esemény program van itt. Azt gondolom, hogy ajándék egy ilyen városban dolgozni. A Debreceni Média Centrum idén két kategóriában is harmadik helyezést ért el. Egyiket a Napszemle című hírműsorral. A zsűri szerint ez a hírműfaj egyik álló csillaga a vidéki televíziózásban. A folyamatos megújulás mellett a közösségi felületekre is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vidéki médiumok. Igyekszünk minden célcsoportot kielégíteni, és ehhez most már behívjuk a közösségi médiának a felületeit is, ugyanis híradót most már a fiatalabb korosztály kevésbé néz, nekünk ezt fel kellett ismernünk, úgyhogy most már jelen vagyunk évek óta a YouTube csatornán, most fogunk nem sokára TikTok fiókot nyitni, és a fiatalok más formában, de ott is elérhetik a híreinket. Az életműdíjat idén Dékány István, a Gotthard TV tulajdonos ügyvezetője kapta meg. Köszöntőjében Lovas Tibor, az egyesület elnöke kiemelte, a helyi televíziók fontossága a hírközlés területén évről évre nő. Én azt gondolom, hogy a helyi televíziózás nem lehet megkerülni. 8,1 millió magyar emberhez, magyar állampolgárhoz jutunk el nap mint nap. 7 órakor az 5. legnézettebb magyar nyelvű csatorna vagyunk, ugye 7 órakor a híradóink nagyjából akkor jelennek meg. Ha összeadjuk ezt a nézettséget, akkor az 5. legnézettebbek vagyunk Magyarországon. Én azt gondolom, hogy annál többet nem kell mondanom, hogy lesik a vidéki tudósítóinkat az országos csatornák, és amikor kiáll egy vidéki szerkesztő kolléga stand-upolni, és észreveszik, hogy ügyes, hamarosan átigazolják. A helyi televíziók országos egyesülete is érzékeli, hogy nehéz munkaerőt, utánpótlást találni. Egyetemekkel tárgyalnak, hogy gyakorlati helyet biztosítsanak a kommunikáció szakos hallgatóknak. A szakemberek szerint egy vidéki tévénél lehet igazán jól elsajátítani a szakma alapjait.